Egyre aggasztóbb dolgok derülnek ki Franciaországban a pénteki kegyetlen tanárgyilkosság óta. Úgy tűnik, hogy a titkos szolgálatoknak elképzelésük sincsen, hogy hány szélsőséges iszlamista élhet az országban. A 18 éves csecsengyilkosról sem tudták, hogy veszélyes, miközben az interneten már hónapok óta közölt radikális bejegyzéseket. Közben keresik azokat, akik előzetesen arra bíztattak, hogy meg kell ölni a történelem tanárt, és azokat is, akik utólag dicsőítik a brutális gyilkosságot. Több ezren gyűltek össze a Párizsi Köztársaság téren vasárnap, hogy a két nappal korábban brutális módon meggyilkolt történelem tanára, Samuel Paty-ra emlékezzenek. A 47 éves tanár elleni merénylet az egész országot megrázta. A közfelháborodásra reagálva a francia államfő vasárnap estére összehívta a biztonsági tanácsot, és a legszigorúbb fellépést ígérte a szélsőségesekkel szemben. A belügyminiszter szerint Samuel Paty fatva áldozata lett. A tanárra azután mondták ki a halálos ítéletet muszlim szélsőségesek, hogy diákjainak előadást tartott a szólásszabadságról. Az órán a Charlie Hebdo elleni támadás is szóba került. A tanár a szerkesztőség elleni merényret apropójául szolgáló karikatúrákat is megmutatta a diákoknak. Előre szólt a muszlim diákoknak, hogy nyugodtan menjenek ki a teremből, ha úgy érzik, a karikatúrák megsértenék őket. A szólásszabadságról beszélt, mondta az egyik diák. A tanárt ennek ellenére többen is megfenyegették. Egy csecsen származású diákapja volt a tiltakozók leghangosabbika. Aztán pénteken egy 18 éves, csecsen származású férfi előbb megkéselte őt, majd szemtanúk beszámolója szerint Allah a leghatalmasabb felkiáltással lefejezte a holttestét. A rendőrök a támadás helyszínétől nem messze érték utol a tettest, aki azonnal rájuk támadt, a rendőrök lelőtték. A hatóságok hétfőig 11 embert vettek őrizetbe a támadással kapcsolatban, így a tanár elleni támadás felbújtóját, valamint a merénylő több családtagját is. Többükről kiderült, a terror elhárítás már korábban felfigyelt rájuk szélsőséges nézeteik miatt, de mostanáig nem léptek fel ellenük. A francia rendőrség sajnos nem alkalmas arra ebben a pillanatban, hogy ezt a munkát elvégezze. Ez a kegyetlen gyilkosság is rámutatott arra, hogy a francia rendőrség nem hatékony bűnmegelőzésben, hisz a tettes környezetében többen is már a hatóságok látókörében voltak. Erről beszélt Fischl Vilmos külpolitikai szakértő az M1-en. Számos ilyen esetről olvasunk és hallunk az elmúlt időszakban, hogy a rendőrség látókörében volt. Tehát a probléma az, hogy nincs rendes prevenció. Rendesen fel kell térképezni a családtagjait azoknak, akik menekült státuszt kapnak, vagy megkapják a menedékkérelmet. Hozzátette, az iszlám szélsőségesség nem ismeri azt a szót, hogy tolerancia, ezért az európai társadalmaknak, amelyek befogadók, át kell gondolniuk, hogy miként viszonyulnak azokhoz a bevándorlókhoz, akik egy teljesen más kultúrából érkeznek.